Fákat ültetnek a kisgyermekes családok Dombóváron október végén. Ez a család most a kisfiúk Nagy Ádám Nolan születéséről emlékezik meg a csemete elültetésével, de jövőre visszatérnének, mert márciusban várják kislányuk születését, mondják a szülők. Jövő márciusban születik, majdnem egy időben. Hát a kisfiunk is március 13-án született, március 25-re vagyunk kiírva, úgyhogy meglátjuk, mikor jön a kisfugi. Igaz? Mert nagyon várjuk, úgyhogy mi nem tudjuk, mi lesz a neve, de majd mi gondolkodunk rajta, igaz? Az anyuk azt mondja, örültek, hogy lehetőséget kaptak a facsemete elültetésére. Nagyon örültünk neki, mert ugye a Covid alatt nem volt, ugye a sógorom még akkor nem tudtak jönni, csak később pár év múlva, vagy egy-két év múlva, de mi azonnal regisztráltunk, ahogy meghallottuk. Védőnő is, anyósom is küldte a képet, hogy lesz, úgyhogy igaz, úgyhogy jöttünk. A több éves hagyomány minden évben népszerű, amikor megrendezik, mondja az alpolgármester. 2006 óta létezik a kispolgárok faültetése, és most már újabb területeket kell bevonni, mert hála Istennek 2006 óta eltelt már nem tudom hány év, és annyi kispolgára van, kis újszülött polgára Dombóvárnak. És hát most 34 család ültet fát a kisgyereküknek a születése alkalmából. És egy nagyon szép hagyomány, tehát megéri bizonyos családi ünnepeket is ide eljönni, megnézni, hogy az ő neki ültetett fa az mekkora éppen, az egy nagyon klassz dolog. Újabb és újabb területet kell keresnie az önkormányzatnak, hiszen egyre több gyermek születik a városban, mondja Kerényi Zsolt. Egyre több baba születik, és ez óriási öröm. Hát ugye volt olyan, amikor elég inélyen voltunk így demográfiai, tehát alig született a gyerek, de most a bölcsödék, illetve az óvodáknak a létszámán is látszik, hogy nagyon szépen ide rakodunk. Például a bölcsödét is ugye bővíteni kellett az elmúlt évben, mert egyszerűen nem fértek el, és úgy néz ki, hogy további bővülésre is szükség lesz, hála Istennek. A faültetés után a kisgyermekes családokat lefotózták a helyszínen. Valamint emléklapot kaptak, illetve a gyerekeknek édességgel kedveskedtek a szervezők.